Nem létező pályafutásom alatt a kezem ügyébe került rengetegféle digitalizáló rajztábla. Volt no-name képernyő nélküli szörnyűségem, amit akkor megváltásnak éreztem az egérrel baszakodás után. Ezt cseréltem egy vakuum intószra, amiről még mindig az a véleményem, hogy első eszköznek mindenkinek a legjobb választás. Hiába nem a legtermészetesebb papírral egy olyan táblára átállni, ahol nem oda nézel, ahol rajzolsz, konkrétan egy belépő szintű vakuummal mindent meg lehet csinálni, amit egy high-end tábla monitorral. Viszont az utóbbinak az árát elnézve sem hangzik túl nagy kihívásnak, hogy csukott szemmel tanuljak meg inkább rajzolni. De amiért én forever iPad party leszek, az nem a hardware, bár nem rossz a laminált 120 Hz-es kijelző, meg a TrueTone technológia, de ami nálam mindent vissza digitális rajzolásról van szó, az a Procreate applikáció, ami ugye sajnos, vagy inkább nem sajnos, mert így tud igazán erős lenni, csak iPadre és iPhone-ra érhető el. Annyira ergonomikus és könnyen megtanulható az irányítása, hogy amikor papír kerül elém, azt is két ujjal pöcögtetem, és cifrán fejezem ki a nem tetszésem, amikor a billentyűzeten kell nyomkodnom a Photoshop végtelen gyors gomb kombinációját, ami szerintem már örökre foglalni fogja az agyamban a tárhelyet.